Köszöntöm a kedves nézőket! A Pécsi Tudományegyetem Univerzitas Televíziójának Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő oktatási sorozatát látják. Mai műsorunkban dr. Lénár László egyetemi tanár az Éhség, Jól lakottság és megerősítés központi idegrendszeri mechanizmusai című előadásának második részét tekinthetik meg. Tartsanak velünk! Köszöntöm a hallgatóságot és a televízió nézőit! A kémia jöningerlés, amit elsőként a 80-as években írtunk le Princetoni Egyetemen Bartley Hőbel professzorral, azt jelenti, hogy egy jutalmazó ingerlést kap az állat, úgyhogy az agyába egy adott kémiai anyagot juttatunk, például amfetamin, akkoriban még nem tudtuk, hogy ez valódi kábítószer, ma ez kábítószer listán van. Az állat fölfigyel, mert jól érezte magát, mi is okozta ezt, és elkezdi megkeresni és megtalálni a jutalomforrást, ami pozitív hatást vált ki. És ez a folyamat megerősödik. Látjuk, hogy ez az alapséma, egy tanulási séma, amit az előbb a táplálékfelvételnél mutattam be. Az addiktív magatartás, a kábítószer élvezet azt jelenti, hogy állandóan a jutalomforrást, a kábítószert keresi az ember, ami pozitív hatást vált ki, és sokszor ugye ez intenzív örömérzés mellett kábulatot, bódulatot jelent, és ez a folyamat erősödik meg. Olyan mértékben, hogyha elvonjuk az anyagot, elvonási tünetek jelentkeznek. Borzasztó állapot, és nehogy azt higgyék, hogy a kannábisz, a marihuánás cigaretta ártalmatlan, kimutatták többszörösen, hogy a memóriára rendkívül kedvezőtlenül hat, és hosszú távon az élet későbbi során fantasztikus károkat okoz az embernek. De mindegyik kábítószer. Na most ebben a folyamatban vannak természetes kémiai anyagok, monoaminok, a dopamin, a noradrenalin, adrenalin, szerotonin, és ezek közül is a dopamin felszabadulása jutalmazó hatású önmagában is. És számos kábítószer, amelyek közül az amfetamin soroltam föl először, ami lényegében dopamin felszabadulás útján hat, de ide tartozik a morfin, a kokain, heroin és az előbb említett kannábisz, tehát a marihuána. De kiderül az is, saját kísérleteinkből és másokéből is, hogy bizonyos neuropeptidekhez is van ilyen megerősítő hatás, és ezek is szerepet játszanak a tanulás megerősítés, és talán az addiktív magatartásban is. Ezek között a szervezetünkben, az agyvelünkben található enkefalinok és endorfinok a vezetők, a nevük is mutatja, hogy morfinszerű hatással rendelkező kémiai anyagok. A morfinról ugye tudjuk, hogy nagyon erős fájdalomcsillapító, ugyanakkor az egyik legerősebb, addiktív, önrontó hatású kábítószer. De ide tartozik a P-anyag, substance P-nek írtuk föl, a neurotenzin, oxitocin, és még hosszan folytathatnám a sort. Ez, amit itt bemutatok, két kép, ami azt mutatja meg, hogy szexuális magatartás alatt, előtt, után mi történik az agyban, patkányon. A baloldali képen ez a vastag fekete vonal mutatja az idegsejt membránt, és morfin receptor immunhisztológiával van megfestve a kép, tehát a vastag fekete részen ott morfint kötő receptorok találhatók. Most a hím patkányról van itt most szó, szexuális magatartás, ejakuláció, stb. Után nézzük meg, mi történik. A jobb oldali képen azt látjuk, hogy egész más a membrán megfestettsége, a morfin receptorok internalizálódtak, feltöredeztek, Golgi apparátusban, más helyeken található. Ez leegyszerűsítve azt mondja, mutatja, hogy a morfin receptorok voltak használva a szexuális magatartás örömérzeti fázisában. Tehát lényegében a szervezetünkben felszabaduló, jutalmazó anyagoknak nagyon fontos szerepe van, mind az evés jutalom, mind a szexuális jutalom esetében. Mi a helyzet az éhséggel?
Szintén saját kísérleteinkből mutatom be ezt az ábrát, ahol patkányokon táplálék megvonást követően, illetve evés alatt, egy órás evés során, illetve után mértük ennek a transzmitternek, a dopaminnak a szintjét, amit a fekete oszlopok mutatnak, és most csak arra koncentrálnak a többi oszlop, a metabolitokat jelenti. Nézzük meg, hogy 24 órás, 48 órás, vagy 3 napos, 72 órás éheztetés során ez a jutalmazó anyag egyre kisebb, egyre kevesebb. Ez egy nagyon komoly averzív állapot, tehát nem kellemes állapot, nagyon rossz állapot. Próbálják meg, hogy 3 napig ne egyenek semmit, akkor át tudják élni. Ugyanakkor pedig az evés alatt nézzük meg, hogy dramatikusan megnő a fekete oszlop, ami jelképezi a dopamin szintet, tehát az evés jutalom során dopamin kibocsátás van az idegrendszerben, dopamin szint megnövekszik. Számos kísérletből az derül ki, hogy a dopamin szint akkor nő, amikor elektromos öningerlés van, édesízű oldatot kapunk, glukóz infúzió, amfetamin önadagolás esetén. A dopamin szint ugyanakkor csökken averzív állapotokban, éhezés során, mesterségesen, inzulinadás során. A dopamin szint megint csak nő, kábítószer szerű anyagok alkalmazása esetén, amfetamin, kokain, fenilciklidin, morfin, sőt, még nikotin esetén is. A dolog lényege a előadás összefüggéseit tekintve, hogy evés alatt és édes ízű oldatok fogyasztásakor nő a dopamin szint, és a dopamin felszabadulás maga is megerősítő jutalmazó hatású. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy adott körülmények között a táplálék idézőjelbe téve pszichostimulánsként hat, jutalmazó anyagként hat, mert a jutalmazó dopamint szabadítja fel. És ennek a kóros változata a bulímia, bulímia nervóza, a kóros evési rohamok kiváltása, ami már patológia, és sajnos éppen az ifjabb generációt érinti leginkább, erről később lesz szó. Ami egy újabb fejlemény az az, hogy nem csak a dopamin szabadul fel, hanem vele együtt több peptid természetű kémiai anyag. A középső ábrán látjuk azt, hogy DA dopamin és SP, P anyag, P peptid együtt szabadul fel, és a posztszinaptikus sejt receptorához kötődve valószínűleg segítik egymás hatását. A patkány szabadon mozog ebben a dézsában, hogy látjuk, és hogyha ezt 4 részre osztjuk egy plexi üveggel, tehát átlát rajta, de nem tud átmenni a másik kvadránsba, most ebben a kvadránsban, ahol jelenleg van az állat, itt például P anyagot kap, adott kémiai anyagot, egy peptidet, később visszatesszük úgy, hogy nincs lerekesztve az apparátus, nézzük meg, mit csinál az állat. Megdöbbentő. El sem moccan arról a területről, ahol ezt az anyagot az idegrendszerébe, központi idegrendszerébe, a fejébe kapta. Tehát preferálja, előnybe részesíti azt a térfelet, ahol kapta az anyagot, világos, számára ez jutalmazó volt, és tanulási folyamat ez megerősödött. Mi a helyzet a helytanulással? Ez a patkány itt úszik ebben a medencében, ő nem látja azt a kis négyzetet, ami 2 centire a víz alatt van, és egy platform, ahol megpihenhet, izguljunk egy kicsit, nagyszerű, megtalálta a patkány, jaj de jó. Tehát ez mérhető egy speciális rendszerrel, hogy hogy úszik a patkány, és hogyan tanulja meg a menekülés helyét, ahol ő jól fogja magát érezni. Gondoljanak arra, hogy egy óriási úszó medencében önök tudnak úszni, nagyszerű, de amikor már 1 órát úsztak, azért jó lenne megkapaszkodni a medencének a szélében. Lényegében ez történik itt, helytanulás. Egyébként egy O'Keefe-nek nevezett kutató kimutatta azt, hogy ilyen társítások során a hippokampusznak nevezett struktúránkban kiépül egy belső térkép.
Tehát az állat, amelyik térfélen van, ott fog az idegsejt tüzelni, ami azt reprezentálja. Ha elmegy máshova, akkor más idegsejtek tüzelnek. Tehát kiépül bennünk egy mappa. Na most, hogyha megnézzük ezt a szituációt, tehát a helytanulást, akkor azt látjuk, hogy a felső vízszintes sorokban az első úszás pályáit látjuk, kontrollálatoknál és kisebb dózisú 10 nanogrammos vagy nagyobb dózisú 100 nanogrammos P-anyag alkalmazása után a limbikus rendszerbe. Az alsó ábrán a negyedik úszás eredményét látjuk, nézzük meg a fantasztikus különbséget. Hát a kontrollok is tanulnak, sokkal rövidebb a pályájuk, nagy baj lenne, ha nem tanulnának. De nézzük meg az alsó második és harmadik ábrát, hasonlítsuk össze az elsővel. Ez a P-anyag, ez tanulásfokozó, helytanulásfokozó anyag, és egyben jutalmazó, megerősítő anyag is, amint látjuk. Nézzük meg, hogy a 100 nanogrammos dózisban az alsó ábrán azonnal megtalálja a célhelyet az állat. Mi történik akkor, hogyha a dopamin szintet fokozzuk? A kontroll állatok úszását mutatjuk, a baloldali felső ábrán első úszás, alul pedig a negyedik úszás. Igen, a pálya hossza látható, hogy némileg csökken, tehát a normális állat tanul. De mi történik akkor, hogyha a dopamin receptor agonistát, D1-es agonistát adunk, mi magyarul azt jelenti, hogy a dopamin szint nőni fog, a dopamin kidobás fokozódik. Nézzük meg, hogy a negyedik úszásnál milyen gyorsan megtalálta az állat a célhelyet. Tehát a dopamin jutalmazó, megerősítő, tanulásfokozó is ebben a paradigmában. Ezekből a kísérletekből világos, hogy a dopamin és neuropeptidek együtt hatnak, és a jutalmazó neuropeptideknek nagyon fontos szerepük van. Valahol a kutatásoknak a célja az, hogy az emberben zajló folyamatokat jobban megismerjük, és megint csak látjuk itt a humán agy velőt sémásan, és a legelülső része a prefrontális kéreg, ami egy nagyon fontos agyterület, a táplálék textúrája, íz, szagra érzékeny területek is ott található. A pirossal jelzett pályarendszer ezen az ábrán mutatja a fő dopamin rendszert, tehát az agytörzsben, alacsonyabb agyi területeken idegsejt csoportok vannak, amelyek dopamin produkálnak és behálozzák az egész idegrendszert, és részt vesznek a jutalmazási folyamatokban. Hogy néz akkor ez ki embernél? Az evés zavaroknál, a normál táplálkozásnál. Ugye közismert, hogy a túlsúlyosság és az elhízottság az egy nagyon nagy probléma, mert az elhízásból adódóan másodlagos súlyos betegségek alakulnak ki, arteriosklerózis, cukorbetegség, kettes típusú diabétesz, ennek minden átkával együtt még a retina is károsodik, a látásunk, a teljes érrendszerünk hosszú távon, és mára például a cukorbetegség, mondhatjuk, hogy népbetegségé vált. A másik dimenziója a táplálkozási betegségeknek a súlycsökkenéssel járó anorexia nervóza, és közöttük valahol helyezkedik el a bulimia. Az anorexia nervóza az fiatalok betegsége, vagy ott kezdődik, szociális nyomásra igazából egy önsanyargató, öntestsúly csökkentő folyamattal, ami a végén patológiába vált át, mert hiszen a reguláció jó, ha nem eszünk, éhesek leszünk. Csak a testkép, a szociális faktorok azok szomorúak, például egy fiatal hölgy nem elégedett a testképével, úgy gondolja, hogy túl nagy a testsúlya, és miután a televízióban azt látja, hogy a manökenek csont és bőr formában jelennek meg, ő is el szeretne hasonlítani. Fogyasztja magát, de egyre éhesebb. És akkor a reguláció még jó, hát a motiváció megvan. Mi történik? Kioson éjfélkor a jégszekrényhez, és hirtelen elkezd enni. És ez a folyamat megerősödik, és a végén már nem a kalóriákért történik az evés, hanem az előbb említett dopamin indukálta
kellemes érzését. Na most ennek az anorexiának két fajtája van, a purgáló, a tisztító és a teljes koplaló. Ezek nagyon-nagyon súlyos állapotok. A purgáló azt jelenti, a régi római birodalomra gondolnak, a felső 10 000 ugye nagy evési lakomákat csúnya szóval zabálást rendezett, és amikor túltelítődtek, ami egy averzív állapot, meghánytatták magukat luttollal, és ismét folytatták az evést. Tehát az averzitás, a jutalmazás így váltakozott, és nyilvánvaló a dopamin szintről van szó. Hát kérem szépen, vegyük először az elhízást. A elhízás és az anorexia esetében is az egyik diagnosztikus jel, pillanatig se állítom, hogy az egyetlen, csak ezt van időm most itt bemutatni, a testtömeg index, ami a testsúly és a testmagasság arányításával származik. Ez egy adott szám, és túlsúlyosak esetén ez a testtömeg index 25 és 30 között változik. A elhízás, a valódi patológiás elhízás az a 30-as szám fölötti érték. Most nyugati kultúrákban a túlsúlyosság és az elhízás 30-40%-os tragédia és súlyos betegségek rizikófaktora. Magas vérnyomás, arteriosklerózis és ahogy mondtam, kettes típusú diabétesz és az agyvérzéseknek az egyik okozója. Az elhízásban szenvedő diétázók nagy része, 85%-a hosszú távon visszanyeri az eredeti nagyon magas testsúlyát. És 8-15%-a evési rohamokkal küszködik. Tehát időnként kényszert érez arra, hogy egyen, és minél ízletesebbet, cukrot, édességet, csokoládét lehetőleg. Ugyanakkor az elhízás külső megítélése az kultúráktól függ. Gondoljanak a Rubens féle kerekdett formákra, nőalakokra a festészetben. Itt is egy ilyen képet mutatok be, ez nem Rubens egyébként. Az elhízás bizonyos kultúrákban, a múltban az egészség és a termékenység szimbóluma volt. Feltesszük ezt a kérdést, hogyha a kövérség addikció eredménye is lehet, akkor érdemes összehasonlítani kövér és normál testsúlyú személyek kognitív profilját olyan tesztek segítségével, amelyek a prefrontális kéreg teljesítményét vizsgálják. És ezt mi megtettük obezitásban, elhízásban szenvedő gyermekeken is és felnőtteken is, és kiderült az, hogyha többek között pszichológiai, neuropszichológiai teszteket végzünk, mint ez a Wisconsin kártyarendezési teszt, ahol a stratégia váltás rugalmasságát lehet mérni, a kísérletező a 4 szimbólumnak megfelelő kártyasorozatokat egy adott stratégia alapján rakja ki, és hirtelen stratégiát vált. Tehát például nem a növekvő számok az érdekesek most, hanem a színek. Mennyire tudja a vizsgált személy ezt követni? És kiderül az, hogy kövér gyermekeknél, ez magyar példa, amiről beszélek, nagyon sok tesztet végeztünk. A memória, verbális fluencia, az intelligencia nem tér el a kontroll gyermekekétől. Azonban a kövér gyermekek globális figyelmi kapacitása alacsonyabb, mint az nem kövér gyermekeké, és a kövér gyermekek jobban letapadnak a régi stratégiáknál. A gondolkodásuk nem rugalmas, nem tudnak stratégiát váltani a gondolkodásukban. Mi a helyzet az elhízott felnőtteknél? Ez egy belga minta, saját vizsgálatainkban, Cserjési Renátával végzett vizsgálatainkból van. A kék színnel jelzett szövegek, azok mutatják, hogy evészavaros volt az elhízott csoport, depressziós és szorongása van. Az elhízott személy szorong attól, hogy még jobban elhízik. A barnával jelölt tesztek megfelelnek a Wisconsin kártyarendezési tesztnek, amelyek a válaszkezdeményezés, a válaszgátlás
és a gondolkodásbeli rugalmasságot kezelik, látható, hogy a P értékek mindenütt szignifikánsak. Tehát ugyanazt kaptuk felnőtt elhízottakon, mint gyermek elhízottakon, tehát a gondolkodásbeli rugalmasság csökken. Nem tudnak új stratégiákat kidolgozni, ugyanakkor szorongás és depresszió is van. Alul látják, hogy a figyelem és a gondolkodásbeli rugalmasság csökkenése korrelált a testtömeg indexel. Tehát minél magasabb volt, annál súlyosabb volt ez a pszichológiai tünetsor. Mi a helyzet anorexiásoknál? Sajnos az anorexiások a populáció 5-10%-át alkotják. A betegek felénél a tünetek változhatnak, áttörhetik ezt az állapotot bulimiává, tartós bulimiává, ami evési rohamokat jelent, sőt, drogaddikcióvá is válhat a dolog. És ami nagyon tragikus, 10-15%-uk meghal éhezésben, vagy pedig szuicid lesz öngyilkosságban. Tünetei, éhezés, jelentős testsúlycsökkenés, csökken betegségtudat, csökken az érdeklődés, depresszió jelentkezik, megszállott kényszeres viselkedés, elsősorban a testsúly és a testalak foglalkoztatja az illető személyt, ezek, akik nem csak futnak reggelente, hanem a végkimerülésig futnak, túl dolgozzák magukat, miközben nem esznek. Ha megnézzük az anorexiásan végzett neuropszichológiai vizsgálatunk eredményét, láthatjuk, hogy a kékkel jelölt felső sorok igazolják, hogy evési zavarok vannak, ezek nemzetközi standardok alapján végzett vizsgálatok, és itt egy súlyos depresszió és ugyancsak szorongás található, de még valami más is, alexitímia, ami az érzelmek azonosításának és kifejezése nehézségének a zavarát jelzik, tehát előbb-utóbb az anorexiásoknál az érzelmi világ, a saját érzelmek és mások érzelmeinek a megítélése súlyos zavart fog jelenteni. Alul látják zöldben, depresszió és szorongás nem korrelált ugyan a testkép megítélésével, de a szorongás korrelált a testtömeg indexel. Tehát igenis a testtömeg index és a szorongás összefügg. Ha ez így van, akkor tovább kéne vizsgálni funkcionális MRI-vel, és örömmel mondom, hogy Pécsett egy új, csodálatos, 3 teszlás funkcionális mágneses rezonanciás készülék van, amelyel elindultak a kutatások, és egy első vizsgálatcsoportot mutatok be, ahol averzív ételképeket és jutalmazó ételképeket sorozatban mutattunk a vizsgált személyeknek. Tehát gusztustalan, nem kedvező képsorozatokat, ezek nemzetközi standardok természetesen, illetve íncsiklandozó, csodálatos, finom ételeket mutató képeket. Látjuk, hogy az averzív ételképekre adott válasz az orbitofrontális kéregben piros bekarikázott területen reprezentálódott ebben a mintában, tehát ugyanott, ahol az ízekkel kapcsolatban már láttuk, hogy aktiváció, illetve gátlás volt. Mi történik akkor, hogyha ingesztív, jutalmazó, íncsiklandozó képsorozatokat lát az illető, akkor a felső képsoron nézzük meg az első 3 képet, ahol bekarikáztuk a primér ízkérget, az inzulának nevezett agyterületet. Azonnal beindul az ízkéreg. Úgy gondoljuk, hogy az állatkísérletek, amelyek a motivációval kapcsolatosak, azok rendkívül fontosak, mert föltárják az összefüggéseket, de végezetül az alapkutatások akkor igazán jók, hogyha folytatni lehet őket humán vizsgálatokkal. Embernél egy sereg beavatkozást nem tudunk és nem szabad elvégeznünk, etikai okokból és más okokból sem, de ha az állatkísérletekkel megalapozzuk azokat a pontos kérdéseket, amire például a legkorszerűbb
funkcionális mágneses rezonancia készülékek segítségével végzett vizsgálatokkal válaszolunk, akkor valószínűleg az elhízás és az anorexiás fogyás mögött álló patológiai folyamatokat jobban megértjük, és a kezelés elveit és gyakorlatát is pozitívan tudjuk befolyásolni. Végezetül pedig jó étvágyat kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgattak.